én vagyok a feltámadás, az élet. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él. János evangélium a 20. részében ezt az Úr Jézus mondja, és hát tudjátok, általában ezt temetésen halljuk legtöbbször ezt az igét, de megmondom őszintén, hogy ezt az igét hallottam így elsőnek, engem megrémisztett, mert az az első benyomás számít mindig, és valahogy az ember így összeköti azt a helyet, azt az időt, amivel párosul az, amit mondanak neki, és most értettem igazán, hogy itt az Úr Jézus miről beszél, így röviden, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, ezt mondja magáról, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, hogy az a reménység, ami csak egyedül akkor van a szívünkben, hogyha a Jézus ott, az Úr Jézus a szívünkben, ha csak egyedül ő tudja nekünk megadni, mert ha valakinek ott a szívében az az ige is, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, az ige önmagát igazolja, hogy azt mondja Isten az Ószövetségben, Jeremiásban, hogy csak én tudom, mi a tervem veletek, nem romlást, reményteljes jövőt adok néktek. Hogy a testünk meg is romlik, ez a reményteljes jövő Istenné, ez egy örökké valóság. Az Isten az örökké valóságról beszél. Amikor Istenről beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy egy örökké tartó, örökké való, egy mindenható atya. És ha ő azt mondja, hogy reményteljes jövő, nem romlást ígér nekünk, és csak ő tudja, hogy mi a terve velünk, akkor az csak egy jó dolog lehet. És tudjátok, hogy amit a szívben van, ilyen vegyes érzések vannak olyankor, amikor a halott hozzátartozónkra, az elhunytakra, akik előre mentek, akik elaludtak. Mennyivel szebb így mondani, hogy meghalt, vagy azt mondod, hogy elaludt. Elaludt a többiekkel, azok, akik ott vannak az Úr Jézusnál, vagyis akik oda fognak kerülni. És mennyivel másabb ezt hallani, hogy ilyenkor ez a vegyes érzés van az emberben, hogy van benne megemlékezés, a szeretet ott van bennünk, de bennünk van a szomorúság és a keserűség is. De az Istennek nem az a terv, hogy keserűség legyen, és hogy nem szeretném azt mondja, hogyha az elhunytak felől tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Mert elsőnk feltámadnak azok, akik Krisztusban meghaltak, és mi, ha majd élünk, velük együtt elragadhatunk levegőt. Ezek az Úr Jézus szavai, és tudjátok, ez az élő reménység, hogy valóban fogunk velük találkozni, és hogy aki hisz, ha meghal és él, van tovább mutatás. Nem a romlásba, nem a sötétségbe maradunk, hanem van tovább mutatás, tovább lépés. Oda Isten elé, az Isten szín elé fogunk lépni. És ez az Isten akarata, hogy ezt te szívedbe megértsed, és a szellemed, de ez teljesen már itt a földön átjárja, hogy az Isten vár minket. Hogy az Isten nem akarja, hogy megrémüljünk, hanem azt akarja, hogy valóban az ő öröme teljes legyen. Áldjon meg az Úr Jézus benne.